köszönjük mindenkinek ismét. Itt a hashtag bocskor. Ma egyébként két új vendéggel, hadd mutassam be őket. Itt van velünk Balázsovics Edi. Fekete Linda. És a régiek közül Lakatos Márk. Hajdú Steve. Jaj, de jó! Örülök nektek! Új lányok nálunk. Nálatok voltam, akkor te nem voltál olyan nőkommentben, amikor én voltam. Az is egy jó társaság. Linda, gondolom a sorozatbéri férjed mellett jól érzed magad, bár... Csak úgy vadló. Ja, nem vett el? Csak úgy vadló. Igen? Nekem is volt férjem. Vigyázz veled, vigyázz veled. Azt tudod, neked is volt férjem? Nekem is volt, többször is. Miért felmászott az ablakba? Felmászott a létrán az ablakba? Ablakba nem, de az ötödik emeletre fölmásztam érte. A Mezitlába parkban című előadást játszottuk együtt az Editkével. Az apukája rendezte az Editnek, a Lajos, a Balázsovics Lajos. Nagyon jó csapat volt. Revicki Gabi volt még benne. És öt emeletes volt a színpad? Nem, de eljátszottuk. Most gondold el a Kismari, amikor... emeletet fölcaplatott a lányához, hát ez elég jó. Micsoda mosolya meséled el, hogy ilyen kis szerelmi színpadi viszonyai voltak. Szereti azért szerelmes szerepeken. Annyira nem értek a színészi szakmához, de ugye azt mondják, hogy annyira mégiscsak kell érzelmeket kifejleszteni egy pa. Igaz ez? Igaz. Tényleg? Igaz. Én például most a Lindával úgy vagyok, hogy ha meglátom bárkivel, civilként ott, de csak a szed, nem mint mondom. Az állat. Nem, de én mint az állat. Komolyan. Teljesen. De most is, kicsit, hogyha a Gabihoz így... Mi van akkor, amikor gyilkost játszasz? Hát akkor gyilkolok. Ez valóban kialakul egy ilyen, és ennek nincs vége, amikor mit tudom én, Csapó hazamész. De látod, köztünk például a vége. De ezt hozzáteszem, hogy akkor, amikor forgatunk, például a Lindával, ez csak akkor a szedbe, a díszletbe van. Tehát, hogyha már a pihenőbe vagyunk, ott nincsen. De a féltékenység megmarad, várja. Nem, a féltékenység is, az se. Ami drága Steve barát. Hát ugye múltkor úgy engedtük el, hogy megy nyaralni. Igen. Vietnámban volt, nem rég jöttél vissza, és hát mindjárt fogsz mesélni az élményeidről, de készítettél olyan helyes filmet, de ezt megmutatnám mindenkinek, amelynek a hangulatára azért rátelepedett a hashtag bocskor hiánya. Nézzük meg, igen. Jó? Picit egy ilyen kultúr, nem tudom... Igen, indiai volt a zene. Indiai volt a zene, meg a grafika. De Dél-Kelet-Ázsia, tudjátok nagyon jól, de hogy tudjátok, hiszen itt voltatok. Hát én tudom jól, hogy ez a Dél-Kelet-Ázsia, Indokínának hívták például valamikor Vietnámot, tehát a kínai-indiai bevándorlás egy picit lejjebb, például Szingapurba, ott például nagyon-nagyon erős az indiai vonal. Én te Vietnámban majdnem... voltál, tehát szép ez a mese. De Vietnám, ez pont a... Jó, de bárhol lehetett volna. De Kambodzsa közelebb van például már, meg odáig már lement. Igen, ez indiai díszlet volt és zene. De mindegy, gyönyörű. Jó, az a baj, hogy nem volt a programon vietnámi zene. Hát meg Bollywoodot forgatott. Meg azért szörnyű lehetett. Mennyi volt? 10 nap körülbelül? 12 nap alatt. Gyakorlatilag egy ilyen filmet szerkezett. Nem tudom, a feleséged mit szólt az, hogy végig rám gondoltál. Én nem árultam el neki. Meg a gangsztára. Nem árultam el neki. Hát fantasztikus volt. Titokba forgattad? Egy picit beszéljünk, mindannyian szerintem nagy világjárók vagyunk, bár Edit rólad nem tudom pontosan, de te is, ugye? Igen, igen. Hogy van-e még olyan, hogy te ugye először voltál Vietnámban, van-e még olyan, hogy kultúrsok? Bárhova utaztok,
Én amikor bejövök ide. Igen. Én pont erről beszéltem a feleségemmel, hogy a mi szüleink, hogyha a Balatonra elmentünk, már vittünk konzervet magunkkal, mert hát, hogyha ott nem lesz. De már 10. kilométernél a szalámi szemben. A szalámi, a rántott hús. Hú, de éhes vagyok. De egyszer anyu, mit hozták a ját? Egyszer voltunk Szlovákiába a családdal, de oda is úgy mentünk, hogy konzervet vittünk, pedig a határtól 2 kilométerre arrébb mentünk. De várjál, a szüleinkkel kult. Emlékeztek, amikor bejött ez, hogy ATM és bankkártya? Az hogy nektek ne. Úgy megvan, de, hogy, az, tehát, hogy hát, mert most már ez természetes, úgy. És a szüleimmel, még akkor a szüleimmel utaztam, egy kicsit kisebb voltam, vagy fiatal, és az apu, hogy a Évikém, akkor ki kéne venni pénzt, mert elfogyott a izé, kipróbáljuk az ATM-et. Bevállaló szoktam az utazás alatt. Te, én most bedugom ezt a kártyát. Jó van, Lajos, dugd be ezt a kártyát. Edith, várjál, várjál már, Edith, mi van odaírva? Úristen, angolul van, úristen, Edith, ide, mondd meg, mi van? Beledugom, jó bele. Úristen, beszívta, nem fogja kiadni, itt maradunk pénz nélkül, nem fogja kiadni. Mit nyomjak meg, mi van ideírva? Jézusom, mi van? Na minden, lényeg az, hogy a halálfélelem, hogy soha többet nem jön ki a kártya, és ott maradunk pénz nélkül. Ez tehát mind a közeli pozonyban? Mind a közeli. Hát nekem édesapám ezt az ATM-et úgy hívta, hogy csiratófal. Tehát annyira izgult, hogy kiadja a pénzt. De kultúrsok nagyon sokrétű tud lenni, tehát most mit tudom én, például akár csak az emberek viselkedése, a higiénia, mi egymás, tehát hogy ilyen volt, akár amikor először mentetek egy távoli országba, hogy mire emlékeztek nekem vissza? Nekem Kínába volt. Menni, nem tudom, nekem édesanyám Franciaországban él, Szombathely. De hogy Franciaországban él, és én azt vettem észre, képzeljétek el, hogy nem szeretnek kezet mosni. Apukádé? Direkt így füleltem, hogy de mi lesz, és ha hallottam, hogy lehúzták, és utána nem történt az a de a fiúk vagy a lányok. Alapvetően más szokásaik vannak a tisztálkodásban. Én emlékszem, amikor Bretagne-ban voltunk 13 évesen, ott én nagyon kerestem a törők között, ugye 13 évesen gondoltam, eleve nagyon ciki volt, hogy egy családban lakom, egy tök idegen közegben, és ilyen kis, ekkora kis kesztyücskék voltak, hogy bábozni kellett a fürdőszobában. És azt használták ők így a mosdásra reggelente, nem volt óriási zuhany, meg lepedő, meg minden, amit el tudsz képzelni, no. De gondoltok például olyanra is, hogy mit a közlekedési kultúra, tehát ugye az is nagyon más, hogy nem tudom, ki vezetett már kajdóban autót. Szerintem a Budapesttől csak jobb lehet, nem? Tessék? Budapestnél csak jobb lehet. Nem, motoroztam. Én Vietnámban motoroztam, 125 köbcentis motor, nem kértek papírt semmit, ott ugye a békhateg... Senkinek nincs. És az az egy szabály van, hogy ne állj meg. Tehát én megpróbáltam megállni, hogy gyere el, nem? Nem. Folyamatos mozgásba kell lenni, gyere, menj! Viszont a feleségem, aki angol lelkű, tehát hogy 3 napig nem mert fölülni a motorra, 4. nap fölült mögém, és fölfedeztük ezt a szigetet, ahol voltunk, azt mondta, hogy fölszabadítottam, és teljesen más a lelke most már, hogy annyira szabaddá tesz a motorozás, és annyira boldog lett tőle. Úgyhogy a hátadat látta így. Úgyhogy a hátamat látta és érezte, hogy azt mondta, hogy próbáljuk. Nagyon le tudod szállni egyszerűen. Mi Rómába motoroztunk, és isteni volt, még halálfélelmed van, mikor tarolják el le a bokádat. De nem gyorsan. Én először ültem motoron, én azt hittem, hogy fő az egyensúly. Tehát, hogyha arra dől, ugye az előre nem ül, akkor nekem ellenkezőbe kell, hogy egyensúly. Ezt csináltad a motoron? Igen. És minden fékezésre lefejeltem. Tehát, hogy ez így volt. És Japánban, ahol az ilyen, tudod, beszél hozzá, csörög, igen, pörög, mindenféle, mindenfelől mosathatod. Nekem volt. És meleg, tehát hogy ráülsz éjszaka, és meg hogy meleg a rettyó. A testsúlyodból, én is voltam, szerencsém volt, kiszámítja a testsúlyodból, meg az elvégzett dologból, amit oda beletettél. Hogy mennyi víz menjen le. Nem normális. Úgy tudom, hogy te Brazíliában jöttél sokáig. Pont ezt szerettem volna. Igen? Imádom. Riót is? Riót is imádom, és Salvadort még inkább. De pont erről akartam mesélni, hogy Brazíliában azt szeretem, hogy ott nincs buszmegálló, hanem ott az van, hogy ott van a buszmegálló, ahol éppen az ember fel akar szállni. Én nem láttam egy buszt. Tehát úgy van, és úgy vezetnek a buszsofőrök, hogy úristen. Tehát, hogy így mész így ilyen kacskaringos kuhva perigolza, tehát én... Kurva! Beszélj! Kurva!
Veszélyes kanyar, igen. Nézel ott az óceán, és itt pedig a szikla, és nem, ők se szeretnek fékezni. De hány évig voltál ott, és hány éves kodolt? 5 éven keresztül. És végre jobban? Igen. És végre jobban. Azért azt hadd mondjam már el, indítsegethetek, az apukája egyébként, ő nagyon sok musicalnek, meg zenés darabnak, főleg a Madách Színházban vannak mint ilyen. Mint halbiológus. Mert halbiológusként volt kint Brazíliában. Egyébként az első Magyarországról Brazíliába utazó vagy menő dolgozó halbiológusok, azok a Hortobágyról mentek. Azért kedves De... Mert ott soka... Nem, mert soka hal. Sok Hortobá... Rossz voltam, földrajz volt, de... Meg fogsz lepődni... Pici pillanat. Kurva soka hal. Iszonyatos halas tavak vannak a Hortobágyon köt. Persze, vissza tudnák kanyarodni a Linda apukájára? És a Linda apukája... Mert egyébként csak... Rio mellett van egy ilyen kis haltenyészet, amit úgy hívnak, hogy buziosz. Igen. Ugye? Mikor fogtak ki? Az a neve. És ott hány napig maradtál? Az a neve. Nem mondom hozzák, hogy hívják a balatoni helyket. Búzius. Azt hívják nem hozzák. Jó, de nem úgy van írva. Például, hogy ejtik a többiek? Hogy Paulo Coelho, ugye? Így a nyúlpál, de Coelho. 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 Mondjuk ki magyarul, nyúlpál. Ennyit. Úgyhogy az apukája egy remek halbiológus volt, és amiatt voltatok kint Brazíliában. És amikor rendbe hozta a halakat Brazíliában, és hazajöttetek, akkor... Akkor itthon, na ezt akartam kérdezni, hogy akkor itthon nem ért valami kultúrsok hazatérvén? De, Brazíliában teljesen más az élet felfogás. Tehát, hogy ott beállítasz egy bőröndel, és mondod az ismerősödnek, hogy jöttem hozzád egy hétre. Persze, gyere be! Tehát, hogy, na most és el tudjátok képzelni, hogy itt a Konára 10. emeletben beállítottam, hogy jövök egy hétre, hogy néztek, hogy ez a fura szerkezet. Hát, hogy próbáltam ugyanazt itt az hol? Életet olyan folytatni. Igen. Elmeti a 7. kerület, vagy sziasztok, akkor most veletek élek? Igen. Azt a Paggeri csinálta, csak egy nem, de mondták is, hogy figyelj, van egy őrült nő, amikor Telkibe kiköltöztünk, azt mondja, hogy az anyja orosz, az apja magyar, ő meg brazil, teljesen. És nagyon sok a haj, nagyon sok a haj. Na, felsorolok most egy pár nevet, kíváncsi vagyok, hogy tudjátok-e, hogy ők kik. Steve Kennelly, Charlene Tilton, Barbara Bel Getz, Howard Keel, néztek rám baromira, Ken Kercheval. Hogy jól ejted a neveket, csak de rosszul mondod mindegy. Jó, akkor állj, tessék. Ken Kercheval volt az utolsó, ő 83 évesen elhunyt. Ő nem más, mint Cliff Barnes a Dallasból. És így már ismeritek, most ugye 83 éves volt. És ugye az egészben az érdekes, hogy ő klasszikusan beleragadt ebbe a szerepbe. Cliff Barnes. Én megnéztem az IMDb-n, ami a színészeknek és a filmeseknek a mekkája. 170 filmet forgatott le élete alatt, abban nagyon sok tévésorozat volt, egyiket se ismerte. Így van. Tehát, hogy ő talán, hogyha lehet ilyet mondani, a Z-kategóriás filmekben játszott. De nyugodtan mondd, abszolút. És olyan most emlékezünk rá. Mert a Dallas után már nem mertek neki jobb filmbe szerepet adni. Igen, hogy 15 éve átforgatott Dallast, és igazából azóta nem is kapott nagyon szerepet, tehát hát így beleöregedett, 83 évesen ugye elhunyt. Ami érdekel ezzel kapcsolatban, ugye egyszer már beszéltük arról, Steve, hogy te mindez idáig inkább ilyen tévés jelenségként voltál köztudatban, és akkor elmesélted, hogy te baromira örülsz, hogy most egyébként színészként is számon tartanak, mert hogy ugye ebbe a sikeres sorozatba belekerültél. Tűzoltó. Hogy... Tűzoltó. Mi? Katasztrófa védő. Igen. Hát mindig ez a baj. Na de ez az. Miért a tűz, nem az? Picit párhuzamot vonva itt Cliff Barnes-szal kapcsolatban, hogy te például örülnél-e annak, ha 50 év múlva mondjuk a halálod után, mondjuk elhunyt az ökörapáti tűzoltó címmel jelenének meg. Katasztrófa védő. Katasztrófa védő. Elhunyt az ökörapáti katasztrófa védő. Tehát a szerepbe való beleégés, az nem egy ilyen nagy parája egy színésznek? Nem. Azért nem, mert nem foglalkozunk, tehát most figyeltem félszemmel a lányokat, akik kolléganőim, hogy jaj, te színészként ebbe az ökörapá, hogy mennyire vágytam erre. De ők nagyon jól tudják, hogy
főiskolát együtt jártunk, tehát ők színész, színházi színész. Csak én sokkal fiatalabb vagyok, hogy a Linda meg pláne, hogy korengedménye véget. Még ovis voltam, amikor fölvettek. Az, hogy ki milyen színész, az nem a sorozatokból derül ki. A néző az rádakaszthat egy ilyen szerepet. De hát most csak arról beszélünk. De mi a fontos, hogy a szakma, hogy beszél rólad? Igen. Sehogy? Vagy a közönség. Vagy a közönség. De szerintem az a furcsa ebbe, hogy nem mi döntjük el. Nem mi döntjük el, hogy mi. A Bárdi Gyuri, ő nem akart Gugyerák lenni, hanem a nép rá, jaj, Gugyerák. A Koltai Robi biztos nem akart ülőtőkösártás lenni, hát és ráragadt. Vagy a Márk nem akart designer lenni, hát de mégis az. Hogy hívják? Erőszak áldozata lettem, igen. Úgyhogy mi nem nagyon vagyunk ezzel, hogy ráég, beég. Igen, csak mégis azért fennáll a veszélyillás Cliff Barnes esetében, hogy például annyira erőteljes az a karakter, amit ő a Dallasban képviselt, hogy véletlenül már nem is kínálják meg szerepekkel, mert hát nem akarom a filmembe berakni ezt az arcot, hogy pontosan tudjuk, hogy Dallas. Na jó, de nézzem például a csodálatos Kulka Jánost, aki ugye a Magenheim doki volt évtizedeken keresztül, és ő azért egy elképesztő ívű színész karriert is befutott, és most de újra játszik rá. Sorolján még onnan legalább még egy ilyen színész. Ábel Anita. Igen. Linda, kapjátok azért tőle. Itt megtudtam rólad, hogy igen? Te Megasztárban is szerepeltél, erre nem nagyon emlékszem. Én sem emlékszem. Te sem emlékszel? Ugye? Hát, neki de nem valami közös benne. Emlékeztem volna rá, hogy én öltöztettelek, de nem. Nem, képzeljétek el, hogy ugye sokszor van az, hogy mi az, amit úgy igazán megbántam, és azt mondom, semmit. És akkor eszembe és azok a kazettát. De nem éget rád, legalább örülj neki. Nem, az volt a probléma, hogy én ott nem tudom, mi történt. De te énekeltél ott? Igen, ez ötös. Ja, azért nem emlékszem. De miért bántad meg? Nem, mert képzeljétek el, hogy én nem vagyok egy izgulós fajta. De ott én annyira ideges voltam csak az ítészek miatt, mert én pici bácsival mi nagyon-nagyon jóba voltunk, hogy eleve nem is értette, egy jövök be, ne, menj innen! Akkor volt a Bojki Balázs is, aha, a Fekete Jenő is, nem értette, hogy miért, menjetek innen. És egyszer csak így bekattantam, a húgom fönnült egyébként az Erkén, ez a Vix Színházban volt a felvétel, és így látta, hogy kész, elvesztettük a Lindát. Valami piros fény jelent meg a szemembe, és én mindent csináltam. Én lementem Spárgába, én fölmásztam az asztalra, de miért? De hát akkor most mi is. Nem utasd már meg! Ezért hívtunk ide, ugye? Mondtam, hogy tud valami. Menjen, jöjjön a Spárga, hogy el ne kapcsoljanak. De ez annyira izgultam, hogy így túl teljesítettem. Hogy azt mondtam, hogy akkor ide nekem az oroszlán, de egy egészen a gyomráig meg sem álltam. Tehát teljesen. És az Asser Tamással találkoztam, és így mondta, hogy Linda, de a vészjel, tehát hogy nem láttál valamit, vagy valamit nem vibrált előtt? Linda, be voltál Ginházban? Nem, valami másik női nevet mondani. Gina, be voltál Lindázban? Szóval azt az egyet, azt úgy bánom, úgy kár volt. Az kár volt? De úgy érezted, vagy úgy érzed, hogy ez egy nagy negatív pont volt? Senki nem emlékszik. De örülj neki. És egyébként te most ugyanebben a sorozatban te nem tartasz attól? Én miben voltam? Én rám nem égett rám, sajnos egyszeresen. Edith olyan távol tartja a szerepet magától, hogy nem tud ráégni. Eltartott. Hogy a színészek egymásnak. De téged érdekelne egyébként egy ilyen brutál népszerű sorozat? Van az a pénz. Most komolyan, tehát mint egy olyasmi sorozatban, amiben ez a két kellemes ember szerepel. Jó pénz. Jó pénz? Ez a Steve mondja, persze. De most komolyan? Tehát, hogy nem tartasz-e attól, hogy ott te nem mondjuk pultos lány lennél? Hát, hogy megkérdezik, hogy Anika, hogy mindig 2-50 a sört? Tehát, hogy ilyenek van. Gábor, ez egy kicsit megváltozott most komolyan. Igen? Tehát nekem az a véleményem, hogy ez megváltozott. Igen. Ez és főleg, hogyha egy sorozat jó. És szerintem most már a sorozatoknak a megítélése teljesen más, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor a Szomszédok volt. Pontosan, tehát... Itt nem is arról van szó, hogy sorozatba játszol, vagy nem abba. Hanem, hogy egy szerepre... Hát nem. Hanem... Miért a Zente Ferenc, mint tenkes kapitánya? Nem jó szerintem a Taki bácsi. Várjál, de nem az, hogy abban nem jó az. Abba fantasztikus, de utána csinált egy olyan, szerintem Oscar-díjas alakítást a Jobb lázadásával. De mégis arra emlékeznek, hogy ő volt a Taki bácsi. És mégis arra, hogy ő volt a Taki bácsi. Maradunk egy picit ennél a témánál,
témánál egy ilyen párhuzamos irányt veszünk majd, mert hollywoodi sztárok beszámoltak arról, hogy milyen kínos és kellemetlen jeleneteket forgattak le, ami a mai napig is kísérti őket. Majd nem kíváncsi vagyok, hogy nektek lesz-e ilyenetek. Ezzel a témával jönk vissza, Sharon Stone-nal, Kate Winslettel és Emma Watsonnal a reklám után. És újra itt vagyunk Balázsodi Sedittel, Fekete Lindával, Lakatos Márttal és Hajdú Steve-vel. Még maradunk egy picit a színészi témánál, mert a német Bildben egy nagyon érdekes vallomást olvastam, több amerikai színésznő vallomását, illetve van egy angol is, arról, hogy tulajdonképpen milyen kellemetlen élményeik voltak ezeknek a színésznőknek különböző klasszikus filmjeik forgatása kapcsán. És nézzük először az elemi ösztönt, amikor is ugye Sharon Stone, mindenki ismeri, fordulgat a széken, ott szemben ül ugye Michael Douglas, és pakolgatja a lábát össze-vissza, és ugye egy ilyen rövid szokna látható, mindenki ismeri ezt, 92-ben forgatták, azóta találgatják, hogy volt-e rajta bugyi, vagy nem volt rajta bugyi. Nem volt rajta bugyi. Kikockáztad? Tehát... Nem egyszer. Nem gondolod. Na most Sharon Stone így emlékezik vissza egy nyilvános premier vetítésre. Azt mondja, persze tudtam, hogy fehér nemű nélkül forgattuk a jelenetet, de a rendező biztosított arról, hogy a jelenet megmarad a sejtelmesség szintjén, és nem fog semmi látszani. Ott egy vad idegenekkel teri teremben kellett végignéznem a képsorokat, és ez annyira sokkolt, hogy felálltam, oda mentem a rendezőhöz, és felpofoztam. Így. Olyan mindenki ismeri ezt, mindenki tudja. Te olyan szépen ülsz így. Arra vagyok kíváncsi, hogy nyilvánvalóan van az a szerep, ahol az ember vagy a színésznek mesztelenkednie kell. Ez most például egy olyan-e? Itt ő most át lette verve, hiszen ugye bugyi nélkül forgattak, ezt ő tudta. Igen, hát de kapott egy ígéretet. Mit gondolt, hogy miért forgatnak bugyi nélkül? Miért forgatnak bugyi nélkül? Hát hogy miért? Hát, hogy ne látszódjon a csík. Hát hogy úgy jobban játszik bugyi nélkül, vagy mire gondolt? Az feltűnő, hogy de azért ugye... sejtem, én nem emlékszem, annyira lehet látni. Lehet. Annyira lehet látni? Vagy, na, vagy, nekem vagy tényleg csak találgatás szintjén? Kultúrsok volt. Vagy csak találgatás akkor szintjén véled, hogy látod. Nem tudom, utána az, hogy egy csomó ilyen gif meg minden készült belőle, amiben már egyértelmű. Tehát lehet, hogy amikor a filmet megnézted, ott nem volt egyértelmű, nem? De hát azért néztem meg 6-szor egymás után. Én emlékszem, hogy főiskolás voltam. Nagyon durván bevállalós. Az Urániába ott néztem. Igen? És óriás volt, tehát, hogy nagy, széles vászon. A Sharon Stone nem azon háborodott föl, mert gyakorlatilag a jelmezes próbájára elmentem volna, mert a film háromnegyedében mesztelen, teljesen. Tehát ott igen, vannak a... tényleg. Tehát azon nem háborodott föl, hanem ezek, hogy átverték. Szerintem, hogyha egy 100 000 dollár pluszban még fizettek volna, akkor nem pofozza föl. Tehát az a pénz, amiért korpásodik. Nekem van olyan kolléganőm, aki nyíltan mondta azt, hogy ő szeretne ilyen mesztelen jelenet. Az nem berészt. Én voltam, ja. Ezt akartam mondani. Te volt, és az a Linda volt. Nem mondom. A Linda teljesen oda van. Amikor mesztelen, a spárgázol, az üvegasztal, vagy mire gondoltál? Ő azt is. Jó, akkor csak egy sztori lett volna, de egy semmi kettő a spárga miatt vissza. Képzeljétek el, minden olvasó próba úgy kezdődik, hogy kivetkőzök magamból, de... Egyre gyakrabban hívják. Nem, hanem megkérdezem, hogy akkor lesz olyan jelenet, amikor én átmehetek mesztelenül, és már mindenki tudja, hogy már megint kezdődik. Tehát, hogy le akar vetkezni. De menj át mesztelenül, azt mondta, hogy rendez nekem egy darabot, és ott fogok állni 70 évesen. Mesztelenül, feltett karokkal, értitek, hogy miért? Igen. A gravitáció. Én értem. A fiúk nem mondja, biztos, hogy értik. Hogy, na hát végre! Tehát így ez lesz. Na, a Spárgáról meg az jutott, képzeljétek el, hogy ugye én szoktam énekelni, és az I Love Rock and Roll-t tiszta erőbedobással. És hát én magam voltam a stylistom, és felvettem egy... Nem baj. Nem baj, semmi baj. Ne használd ezt a szót. Ja, na, és az volt a lényeg, hogy ilyen ziherejsztűk voltak mindenütt. Igen, és akkor... Hogy értve? Hát, hogy szegény Sharon Stone-nak nem volt ilyen rejtője, lett. Nem, de várjátok, levágta magam spárgába. Jézusom. És a madrág eleresztette magát. És innentől idáig... És így, tehát Sharon Stone elbújhat magát. És egyből mindenki ott fotózott. És utána hogy keltél fönn? Engedjem azért a vihar...
című előadás. Ja, igen, igen. Óriási viharban. Én vetköztem, de csak színpadon filmem. Tehát, hogy nem. Aki ott volt, ott volt, emlékszik, aki nem. Tehát... De az már Instagram korszak volt? Nem. A viharban az volt a durva, hogy a végén egy ilyen, a Holdban ültünk kolovratni Krisztiánnal. De te ki voltál mesztelenül. A viharban? Te voltál hogy hívtak engem? Miranda. Te voltál lány? Hogy hívtak engem? De figyelj, nekem volt már színpadon sem. Pont a vezitlábakban meg kellett mutatkozni, és eljutott eszembe a saját nevem. De egyébként van olyan indokolt mesztelenség, és indokolatlan mesztelenség? Amikor bele van írva a színdarabba, akkor bele van. Tehát én például a Shopping and Fuckingot, amikor játszottam. Hát a címbe is bele van írva. Bele volt írva, ott mesztelenül, kénytelenek voltunk mesztelenül kell shoppingolni. És a férjem éppen akkor kérte meg a kezemet, és megnézte. Megnézem mégis a leendő, amely asszonyomat mit játszik a színházba. Beült nézni, hú, ez nagyon durva. És amikor a szülei megnézték, és vajon amikor a szülei... Mert csak az olvasó próba volt. Majd a tábortűznél elmesélem. Szóval amíg azt mondta magából, hogy azt mondja, és a szülei megnézték, ez mennyire durva lehetett már. Majd felment a vászon, és ott ült a színpadon, anyukám! De egy vőlegénynek ilyen korosz jut az eszébe, áthívom majd a haverjaimat is. Na, folytatódik. Itt van két Winslet, ugye mindenki ismeri azt a jelenetet, tessék. Amikor a Titanicban ugye Leonardo DiCaprio-nak áll modellt, vagy fekszik modellt egy rajzhoz mesztelenül. És azt mondja, a mai napig kísérti ez a kép, vagy ez a jelenet, mert a rajongók rengetegszer, amikor autogramot kérnek tőle, akkor nagy százalékban ezt a fotót tolják oda az orra alá. Az ő teste volt, igen. És azt mondta két Winslet, hogy egy ilyen képet én nem írok alá, mert baromi kellemetlen. De mi? Nem hiszem el. Lőteste, 20 évvel ezelőttig kép, egy jelenet, gyönyörű. De azért mégiscsak nem degradálja az, hogyha egy rajongó egy mesztelen képpel megy oda hozzád, hogy olyan, mintha egy ilyen Playmate naptár lennél. Tehát, én a bíró Iccától kértem a domborúra, tehát tudod, én tőle úgy kértem, hogy Icca tetszene adni egy aláírást. Nem tudom, egyébként lehet, hogy rossz érzés, nem voltam soha ilyen. Na például, hogyha valaki szerintem arról, amit az előbb meséltél, és anyukád is ott volt mesztelenkedtél, és sok mesztelen fiú a színpadon. De valaki azt lefotózza, és azt kinagyítja, és azzal megy arra hozzá, hogy drága Edith, akkor az nem érint kellemetlenül? Szerintem a színház egyik lényege például az, hogy a férfiak ugye a színésznőket nézik, a nők meg a férfiakat. És Nem, a nők mindig a nőket nézik. És a szerintem. Nők nézik a nőket. Én is. Azt vettem de észre. Mégis valami ilyen az egész dologban van. Jó, akkor mindenki néz mindenkit, de hogyha van egy mesztelen jelenet, akkor az tuti, hogy az marad meg az egész előadásból. Én például nagyon szerettem balettba járni kiskoromban. A szuszpenzor miatt? De tényleg. És akkor még így nem tudtam magamról semmit, csak mindig azt mondtam, anya, menjünk már a balettba. És azt mondták, hogy jó, megyünk, de nem vehetett fel a tűszoknyádat. Hát de akkor a földre dobtam magam. Tehát Emma Watson, ugye a Harry Potterből nyilván mindenki ismeri Hermione-ként, ahogy egy remek és nagyon jó fejnő, és az utolsó részben, a Harry Potter utolsó részében ugye csókolózott Ronna vöröshajú. És mindkettejüknek ez egy nagyon kellemetlen jelenet volt, hiszen egyébként ők 9 éves koruk óta ismerik egymást. És nem csókolóztak soha? És nem csókolóztak soha. Akkor. Hát ők ugye forgattak, mint gyerekek. Itt lettek nagykorúak még csak. És Ron, azaz Rupert, ami az valódi neve, az a szürreális érzés volt csókolózni Emma Watsonnal, hiszen a viszonyunk testvéri volt. Emma Watson azt mondja, mindig emlékeztetnem kellett magam a forgatás alatt arra, hogy színésznő vagyok, Hermione vagyok, ez csak egy szerep. De rettenetes volt. De ezek nem ilyen PR szövegek, gyerekek? Ezek nem, valóban beégett, kellemetlen jelenetek, amik megmaradnak, amik végig kísértik őket. Nem, itt az a kérdés, hogy például nektek volt-e kellemetlen csók, vagy bármilyen jelenet, Linda, amire azt mondod, hogy hát most kivéve a Megasztárt. Azt mindenki próbálja elfelejteni, Nugi. Nem, de várom, hogy legyen. Te nagyon várod. Te nagyon várod a Sharon Stone-t. Azt mondom, hogy csókolózás.
Edith? De hogy kell? Hogy nem értem, hogy, tehát, hogy azért volt rossz, mert ők barátok voltak, igen. És akkor a barátod, de hát színész. Hát azért ne felejtsük el, hogy ők ugye gyerekek voltak, tehát 9 éves korban kezdték el, nem tudom hány éven keresztül forgatták, és akkor már tinik voltak, de hát ők gyerekként ismerték egymást, testvéri barátság alakult ki, és egyszer csak azt mondta a rendező, csókolózzatok. Tehát, Gábor, hát de talán azért, mert nagyon fiatalok voltak, ez az ember színészként, színésznőként. Akkor sem tudom elképzelni, ti olyan lazán csókolóztok, ti színészek, hogy... De nem mindig csókolózunk igaziból. Én horvai osztályos voltam, az Edike Marton osztályos, tehát Vígszínházi alap. Nekünk egy fél év, volt olyan helyzet gyakorlat, de fél évig, hogy csók, pofon. Basztus, ugye... és engem nem vettek föl. De ez a mindenki mindenkivel? Vagy igen, ez hogy igen, mindenki mindenkivel. Ugye itt a lényeg az volt, hogy valószínű ott van egy fordulat, hogyha én csókolózok vele, és utána van egy pofon, igen, akkor a csók és a pofon között kell lennie egy fordulatnak valamibe. Megcsuk a büdös a szád, paraszt van. És érted? Tehát, hogy ez a helyzet gyakorlat. Ilyenek mentek ott? Ami nagyon, hát meg minden volt. Ott minden, hát, ami, volt. Ott minden volt. És a legfontosabb ez az, hogyha te ott találkozol a színpadon a partnernőddel, is oda van írva, hogy forró, hosszú csók, az abban ne legyen gond. Oda mégis és megcsókolod. És utána pofon. Megszoktuk beszélni. A többiek ezt mesélik, én nem tudom. Na. Te mi nem csókolottál soha? Hogy... Már színpadon. De nem csak gyakran. Nem mesztelenül. De nem mesztelenül, és nem volt spárgában. De hogy át... De még lehet. Hát egy elképzeltem. Ez egy jó festmény. De mi átbeszélitek a csókot? Milyen hát, legyen? Hogy állítólag így meg szokták beszélni. Beszélj már meg velem. Hogy, hogy, ilyen... hogy beszéljük hát meg a csókot? Hát először csináljátok. De azt, hogy mindig... Hát nem csináljátok, hogy van. De egy verbálosan hogy néz? Hogy döglött hal, vagy átmehet. Tehát ha én vagyok a partnered, akkor te... Ennyi. Vagy átpiccenhet az angolna, vagy nem. Tehát akkor csak hogy a halbiolók... És ezt így az öntözőben vagy a próbán előtte megbeszélni? Nekem az ember gépészmérnök volt, akkor én a nagy izé darut várnám, nem az angolnát. Jó, de Linda extra eset. Tehát a Linda az külön... Tehát mikor mi csókolóztunk, az Edithkével nem beszéltük meg, mert horvai kapás osztály, Marton volt az osztályfőnök, csók, mehet. És nem kérdezted, hogy átficcelhet-e az angolna? Nem, ugyanaz az iskola, ugyanaz az a Vígszínházi rendszer. Csak a másik osztályban, így lesz már. De nagyon szürreális, nagyon szürreális módszerek voltak ott, nem tudom, Morvai vagy kicsoda is. Horvai. Horvai osztály átment a Marton osztályt lesmárolni. Hát igen, eljátszottunk együtt, persze. Utána a Vígszínház megügyjátszott. Oké, rendben van, a Linda ugye halbiológus módjára oldja meg a verbális... De te, ti például hogy tett? Te se hogy? Tehát a Steve-vel nem is dumáltátok meg? Nem volt. Nem dumáltuk meg. Hát nem volt. Hát megcsókoljuk egymást is. Hát férjes. Szerelmes párt játszunk. Most két színész vagytok. De rúzsos lesz. De nem játszunk szerepet, de nem most a Steve-én meg Edith-ke. Olyan volt-e már, hogy egy csók után... Akkor az már megcsalál. Volt-e már olyan, hogy egy csók után azt mondta valamelyik őtök magában... Hogy budas a szájra. Nem, hogy ez baromi. Fú, basszus, ez baromi. Nem, mert... Színpadon? Színpadon? Nem arra figyelni. Nem, de hogy magadban, a fejedben megmaradt-e az, hogy vele jó volt, fú, vele nagyon jó volt. Csókolózni? Nem. Vagy ez teljesen akkor kész, vége? Hát azért de... Linda vele... Azért nem hittem, hogy igazat mondtok. Igen, azért van, de igen, legyünk őszinték. Nekem a Lindával az volt, mikor csókolóztunk, sőt ágyjelenetünk is volt, hogy leálltunk és átálltunk. Hogy szereted a spárgát? És akkor még közben is csókolgatott. Linda! Komolyan! Linda! Most hagyjál, most átállás van! Na. Én mondtam, hogy ne legyen francia. Klasszikus. Mi megbeszéltük, hogy klasszikus. Ne legyen. Az milyen a klasszikus? Hát klasszikus szájösszei. Akkor nem ugrik át az angolna, nem? Angolna nem. Az elfújt a szél. Nekem az ilyen a legnagyobb gondom, főleg színpadon. De mi a klasszikus? Még guppi? Összeél a szám. Guppi! Kacsacsőrű emlő! Hal! Próbáltam a hal metaforával. Ja, hogy... Lemaradtam, nem baj. Semmi. Igen. Gábor, ez nagyon izgatja. Van még itt, az, hogy izgatja. Na jó, gyere, üljél ide! Nem, kérlek! Nem! Gyere ide, kettőnk közé! Nem. Próbáld ki! Én nem jártam. És akkor most menjen a szájára egy csók.
De kinek? Enyémre? Először a Lindájéra. Igen. Jézusom. De most tényleg? Megrendezzük. Gyeretek is harcsa. Na ne. Ez jó volt! Ez jó volt! Mert ez egy őszinte csók volt. Edith, te üljél ide! A sztárgát fogja emlegetni a hartara! Gyere, Edith, most már akkor legyen egy grupp! Egy grupp! Egy grupp! Sok lenne nektek, higgyétek el! Hogy... Ugyan... Ez már átállás van! Átállás van! Na jó, visszamegyek a helyemre! Azért, hogy oldjam a pervers Horvai és Marton módszereket, azért még... Marton osztály, várj egy csöszön! Én martonozhatok. Jó. Emilia Clarke még. Hú, de kimelegettem. A trónok harcában szintén egy Mestern jelenet. Egy sárkányot csókolózik. Újjászületik, nem, és anyaszült Mesternről sétál ki a tűzből. Viszont ez te vagy. Emilia Clarke úgy emlékszik vissza, hogy borzasztó büszke voltam, hogy testdublőr nélkül forgattuk a jelenetet. Az viszont marha kínos volt, hogy ezt az epizódot a szüleim társaságában kellett végignézni. Én néztem a szüleimet meztelenül, tehát az egy kicsit kellemetlenebb. Amikor... De otthon hát vagy? Szerepen, színész. Tudom, színészek! Tudom, színészek tudom, a de hát egy gyerek... Hát a Lajos nem, a egyébként nem gyerek voltam, a Magánbűnök közerkölcsököt tavaly előtt néztem meg az apukámmal, mert azt nem nézhettem tényleg? Meg. Tényleg? Igen, igen. És mit láttál? De hát, mi mondták, hogy 40 évig titkosítva vagy? Melyik 40? Melyik 40, nyugi! Nem, hát... Igen, kicsi voltam hozzá, hogy megnézem, és ott az apu a film, és ott az apu abban mesztelen is, meg egy minden, tehát ott, ami ott a csövön kifér, és megvan a DVD? Jancsó. Fantasztikus film. Fantasztikus film egyébként. És a Jancsó retrospektív volt Frankfurtban, és az aput elkísértem, és megnéztük ezt a Magánbűnök közelkölcsök címét, és ülök az apuban. Ne nézz oda, ne nézz oda. Hú, az egy jó seggem volt. És gyakorlatilag nem tudtam nézni a filmet, mert folyamatosan böködött és beszélt hozzám, mert zavarba volt. Hát, és egyébként én is egy kicsit zavarban voltam, mert mégiscsak az apukám. De már így felnőttként azért nem. Tehát, hogy de az anyut például gyerekként a Kreutzer szonátában volt egy mesztelen jelenet, amiben az anyu, amit az anyu testdublőrrel csinált, tehát az nem ő volt. Mm. Nyilván láttam a saját anyámat messzen, de még gyerek voltam, és megnéztem a filmet, és azt hiszem két hétig nem szóltam hozzá. Túl jó volt a teste? Annyira megviselt, hogy mesztelen, és hogy nekem... És te nem tudtad, hogy testdublőr. És nem tudtam, hogy... De hogy annyira elborult az elmém, hogy nem vettem, azt mondja, hogy nem ismerted meg, hogy ez nem én vagyok. Mm. És kezdetek, hogy nem ismertem fel a testét. Nagyon durva. Steve, te kit válaszolnál testdublőrnek magad helyett? Én talán a hát, a Lindát. A Lindát is lemennék Spárgába. Most egy komoly téma következik, az Index. Az nem fog menni. Az nem fog menni. Az sajnos nem fog menni. Maradjunk a Spárgánál. Spárgázunk. Egy komoly téma következik, az Index írt az állatkísérletek témájáról. Méghozzá azzal a címmel, és már a cím nagyon beszédes, hogy az állatkísérletek állatok millióit ölik meg, és ez nem baj. Azért ez egy... Én ezt nem akarom. Ez nagyon durva. Ez egy nagyon... Igen, de egy pár példát hadd mondjak el, és szerintem lesz miről beszélgetnünk, mert ugye tényleg nagyon komoly etikai kérdéseket vet ez fel. Évtizedek óta folyik ugye, és egyre erősödik az állatvédelmi lobby, és nyilván ők kihatnak a politikusi döntésekre. A politikusok nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek felbőszítik az állatvédőket és az állatkedvelőket. De... Hiszen ők szavazók. Bocsánat, hiszen ők szavazók, pontosan. Tehát egy kutyával, ha egy amerikai elnök megjelenik, az tudja, hogy körülbelül 5-10 millió szavazó. Így van, neki. Ez így van. De kár, hogy nem hoztam Violát. Viola, ő? Viola az én kutyám. A te kutyád. Na figyeljetek, nagyon érdekes lesz, picit brutális is, ugye itt beagle kísérleteket is megemlítenek. A veterán ügyi minisztérium finanszírozza, és a sérültek, a hadi sérültek rehabilitációját segítő eljárásokat végeznek el a kutyákon. A kísérletek egy része egyébként tényleg kimondottan szívszorító, mert nem például is. Szívrohamot vagy gerinc törést idéznek elő a kutyáknál. Viszont a minisztérium értékelése szerint ma már sokkal több gerincsérült veterán tud önállóan lélegezni, és nem marad egész életére béna az állatkísérleteknek köszönhetően. Tehát érzitek, hogy egy komoly dilemma van, én tudom, hogy most... De ez szemétség. Mi? Egyrészt az, hogy nyilvánosságra hozzák. Ha nem tudunk róla, nem fáj ennyire. Viszont azért ott kerül, ott mert egy... az állatvédők állandóan kutatnak, mennek, lelepleznek, lebuktatnak, ami egyébként szívük joga, gyerekek, és tegyék is. Hogyha
a te édesapád lenne mondjuk háborús veterán, aki túlószékben van, akkor biztos, hogy mindent odaadnál érte, hogy egyszer lábra állhasson. Ez így van. Csak szerintem nem kéne tudnunk róla. Ez ugyanolyan, mint a megcsalás, vagy de akkor az emberkísérletekről se kéne tudni, és azt is végezhetnének. Nem csak az állatkísérletek, nem tudom, olvastátok-e a Harari-nek a Sapiens című könyvét, amiben egyszerűen azt leírja például nyilván többek között, hogy hogyan tartjuk az állatokat, akiket megeszünk, tehát olyan körülmények között, hogy utána azért nagyon nehéz húsra nézni. De hogy tartsuk? Én Vietnámban de láttam. De hogy? De úgy egy állatot, hogy nem tud megfordulni, érted? Tehát megszületik, és egy akkora karámban van, hogy egy idő után nem tud benne mozogni, és a feje így van a kis borjúnak. De akkor most az jobb. Én láttam, a feleségem sírva fakadt. Sütik a kacsát meg a csirkét Vietnámban. És kiderült a patkány. És hanem egy rács, egy ilyen kis, hogy hívják, ilyen kis ketrec, be, ott várakoznak még az élő társai. Ja Istenem! Mikor jövünk? Jó, én tudjátok, hogy min gondolkodtam? Hogy persze, szerintem ez nagyon fontos, hogy átüljek. Itt a csúnya. Átüljek. Maradj. Nem, tehát, hogy szerintem nagyon fontos, hogy általában az életet védjük, az emberét is, meg az állatokért is, meg a növényeket is. Engem az érdekel csak egy picit, hogy ezek az állatvédők, ezek, akik az erőszak ellen vannak, néha a legerőszakosabban bombákkal, levélbombákkal, megfélemlítésekkel próbálják meg a többi embert rávenni arra, hogy amúgy az ő általuk védeni vágyott állatokat megvédjék. Tehát én itt megint azt látom, hogy igazából az emberek vannak egymás ellen, és ez most megint egy olyan téma, például az állatok, amivel az emberek egymás ellen tudnak erőszakoskodni és agresszíven viselkedni. Ebben teljesen igazad van, csak az a baj, hogy ennek eredményeként, amit az előbb mondtam, politikusok kénytelenek olyan törvényeket hozni, amelyek egyébként az állatokat védik részben helyesen, részben ugye a cikk szerint, meg szerintem is helytelenül, hiszen rengeteg, például, amúgy az előbb most beszéltünk a gerincsérült veteránokról, stb., ők véletlenül nem gyógyulhatnának, hogyha sajnálatos módon a Beagle-ken ezeket a kísérleteket nem végezték volna. Oké, de ezt kimondja, hogy az emberek gyógyulása mindenek fölött áll. Ez egy jó kérdés. Mindenek felett áll az emberek gyógyulása. És az ember mindenek felett áll, hogy például a Harari ebben a könyvben azt írja, hogy az állattársaink, tehát hogy valahogy úgy vesszük az állatokat, mintha mi olyan nagyon külön lennénk tőlük. Van még egy vonulat. Az FDA, ez az amerikai gyógyszerügyi hatóság tulajdonképpen, azt mondja, hogy a főemlős kísérletek még sokáig központi elemei maradnak a gyerekkorban adandó oltások kutatásának. Emellett gyakorlatilag nincs olyan fontos gyógyszer, amelynek a kifejlesztése állatkísérletek nélkül lehetséges lett volna. És akkor már itt egy másik dilemma előtt állunk. Állatkísérletek, lásd, kötelező oltások, nem kötelező oltások, gyerekeknek beadandó oltások nem lennének, ha nem kísérleteztek volna, nem tudom, pókmajmokon, bígeleken, stb. De közben az az érdekes, nem, hogy ugye úgy szokták azt hiszem a kísérleteket elindítani, hogy kisebb áll, tehát egereken, és akkor így mennek fölfele a rangvétán, hogy a végén, de azt honnan tudjuk, hogy az emberekre ez milyen hatással van? Hát attól még, mert a végső az az, vannak emberek. Nem, de hasonló, de mégsem ugyanaz, mint ahogy nincs. Mondjuk a sertésnél csak egy darab eltérés van a DNS-be, úgyhogy nyugodtan lehet. Szívet, akár igen. Még ezen hát például igen, sebészek, sertéseken gyakorolnak műtéti eljárásokat, érsebészetet, hát tudnak halottakon szívbillentyű. Nem, az nem teljesen ugyanaz. Szívbillentyű beindítja újra a szívet, például a sertéseken végzik. Kinek a kése alá feküdnél, aki csak papíron szegény látott szívet, vagy esetleg... a hentesek is gyakorolnak. Igen. Így van. Igen. Így van. Nem csak azért próbálok egy picit bevonni benneteket, hogy az állatkísérlet, mint olyan tényleg teljesen elítélendő, vagy azért van olyan, lásd, oltóanyag a gyerekeknek. De az oltással ugye az volt Magyarországon is egy nagy diftéria járvány a 60-as években, amikor volt egy nagyon csodaszép film, a Eldorado, ami erről szólt, hogy még bent már a halott gyerekek közül kijelentette, nagyon kegyetlen volt, akkor azoknak a szülőknek, akik ott álltak sorba a kórháznál, és azonosítani kell a gyereküket, akik ebben meghaltak, mit mondasz, hogy most ők meghaltak, de a következő generáció, akik mi voltunk, mi már nem haltunk meg ebben, mert volt oltóanyag. De hogyha mondjuk előtte sertéseken vagy kis patkányokon ezt ki lehet kísérletezni, akkor lehet, hogy azoknak a gyerekeknek se kellett volna meghalni. Igen, ezért téma. Szerintem ilyen 22-es csapdája ez az egész. Az előbb, Edith, te említetted azt, hogy de hát vannak önkéntes emberi kísérletek is. Sőt, van olyan is egyébként... Hogy nem önkéntes. Nem, önkéntes, de például olyan országokban, ahol halálra ítéltek vannak, felajánlják nekik, hogy ők kísérletek
rendelkezésre bocsátják ki saját magukat, vagy helyesnek tartjátok-e azt, hogy például halálos betegeket megkérdeznek? Tehát ez például... Tehát ez egy alternatíva, hogy az ember... Hogyha neki már úgyis mindegy, akkor benne van-e abban, hogy... És esetleg van még egy esélye. Szerintem ez oké. Egy olyan gyógyszer, hogy de azt szerintem mondja... ez tök oké. Bocsánat. Igen, tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ember dolog, tehát... az állattal ellentétben tud válaszolni igen, a kérdésre. Van, tehát, lehet, hogy ő, igen, hogy ő tud dönteni, hogy akarom vagy nem. Gondolom, senkit nem kényszerítenek ezek. Valószínűleg viszont nagyon-nagyon kevés százaléka az emberiségnek vetni alá magát azért, hogy az állatokat kiváltsa. Hát azért igen, de hogyha mondjuk van egy gyógyíthatatlan betegségem, és arra azt mondják, hogy van egy új, még forgalomban nem lévő gyógyszer, vagy eljárás, ami miatt lehet, hogy túléled ezt a halálos betegséget, kipróbálod, akkor azt mondanám, az hogy... Nyilvánvalóan igen. De tegyük fel, ez volt az tegyük fel... De az, hogy ott van a kutyám, és azt mondják, hogy figyelj, választani vagy kell, szaruhártya csere végbélen keresztül. Ja, Istenem, a kutyádon csináljuk meg, vagy rajtad. Nem biztos, hogy azt fogom mondani, hogy jó, a kutyám helyet csináljátok rajtam, hanem azt mondom, nem hogy a szomszéd kutyájától. Nem szereted a kutyákat. A szomszéd kutyája zöldebb, csináljátok azt. Jó, tegyük fel, minden állatkísérletet mindenhol leállítanak. Ugye az előbb kérdeztem, hogy mi lenne az alternatíva. De nyilvánvalóan akkor az embereknek kéne magukat beáldozniuk. Na miért? Mi? Mert valahol azért a tudománynak... Azért van egy kettő, nem. Akit és a földön kívüliek, hogy... akik ide látogatnak. Tényleg azokkal. Azt a Pataki Attilától kéne megkérdezni. Jön egy nagy szürke, vagy valaki, ne haragudj, kikísérletezünk egy májzsugorítót, gyere ide, légy szíves. Haza akarok, mert... Nem, nem, majd haza, feküdj le. Kísérletezünk a földön kívüliekkel. Hát, tényleg Pataki az irány kívül senki nem jut eszembe. De mit szólnátok egy jó kis sorsoláshoz? Tehát minden állam kisorsolná, tessék. Hát az már ízé, az már jó. Az már jó, hogy hívják a poszátás tehát, filmet. Hát, hogy az emberiség jobbulása véget hajlandó, vagy egy gerinc törésre például. Nem hajlandó, hanem kisorsolnak, tehát mint a katonaságnak behívó. Tehát valamilyen módon hívei lennétek annak, hogy az ember akkor jobban, tehát mit tudom én, a Beagle kijön a ketrecből, te bemászol? Tehát, hogy... Vagy álljon meg a tudomány. Figyelj, egyébként az a baj, tehát, hogy azon gondolkoztam, hogy az ember már annyira így él és ehhez szokott, hogy nem lehet ezt az egészet így pifleállítani, mert olyanok lennénk, mint az állatok, akik állandóan állatkertbe éltek, és ezek kiengedik a szabadba, elpusztulnánk azonnal, tehát hogy nem lehet visszafordítani az egész civilizációt. De valami határt kellene mégiscsak talán szabni annak, hogy hogyan... Hát, korlátot, tehát hogy szerintem itt azt hát lenne érdemes átgondolni, meg megérteni, hogy tényleg nem az, hogy az ember mindenek fölé helyezheti magát ezen a földön. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy itt minden azért van, hogy nekünk jó legyen, hanem azt kéne megérteni, hogy itt minden azért van, hogy mi ebbe bele tudjunk simulni, igen, és ebben harmóniába tudjunk élni. Én még azt gondolom, és rólatuk jutott eszembe, hogy nagyon-nagyon furcsa... Mint állatról? Nem, mint emberről. És ez a furcsa. Hogy azon gondolkodtam, mert az jutott eszembe tulajdonképpen erről, hogy nagyon, nagyon furcsa, hogy ezzel foglalkozunk, hogy az ember hogy kísérletezik az állattal, az állat hogy éli túl, betiltják, jönnek a védők, állatvédők, és nem figyelünk oda, hogy tényleg a bolygó, ahogy van, ettől a rengeteg műanyagtól és kosztól, amiben élünk, vagy azoknak a kísérleteknek a maradványaiból, a káros anyagból, annyi jut a környezetből, hogy lehet, hogy nekünk nem is kell gondolkodni azon, hogy mi lesz 20-30 év múlva, na az egésznek vége lesz. Jaj, nem. Steve, ne! Reklám jön, basszus! De ne, akkor várjál, akkor jöjjenek vissza, ha még itt leszünk. Reklám jut, akkor legyen az, hogy az... Jó Istennek az volt az álma, hogy a 9 bolygóból az egyik legyen legalább műanyag. De a Jó Isten még nem tudta, hogy mi az a poliesztér, vagy hogy hívják, poliesztér. Minden a műanyag, ezért megalkotta ezen a kis harmadik bolygón az embert, aki kitalálta a műanyagot, és akkor nem sokára egy pár száz év múlva műanyag bolygónk lesz. Úgyhogy nézzük meg egy pár ilyen pillepalack reklámot. Jövünk vissza egy pár Remek reklámblokk volt, köszönöm Steve, tényleg. És el sem tudtam mondani, hogy mivel folytatjuk. Hát gyerekek, ez nekem a hét híre. Állítólag ellopta Jolly dalát Enrique Iglesias. De hol találkoztak? Nem találkoztak. Ez másfajta lopás. Képzeljétek el, Jolly azt mondja...
kollégái, tehát igen, nem a pendrive-ot a zsebéből, tehát kollégái és rokonai hívták fel a figyelmét arra, hogy nagyon feltűnő az egyezés, majd a stúdióban összehasonlították a számokat, amik szerinte félelmetesen hasonlítanak. Ha szerzői jog megsértése bebizonyosodna, akkor kártérítése lehet jogosult, melynek az értéke attól függ, hogy maga a dal milyen bevételt hozott Enrique Iglesiasnak. De jó. De Jolly elmondta, ja, őt nem a pénz motiválja. Hanem a dicsőség. Tehát szeretne dalszerzőként szerepelni. Társszerzőként, így van. Társszerzőként szerepelni. De hogy lehet ez egyébként bebizonyítani? Be lehet, hát hogy. Hát megnézed a kontát, és van benne szinkó, patitita. Nem juthat eszébe valakinek ugyanaz a dal? Nem. Amúgy. Na, de miért nem? Ugyanazzal a ritmussal nem juthat eszébe. Miért? De hát miért? Véges ugye? Ugyanúgy végtelen. Mi? A hangjegyek száma? Nem, a és annak a variációi. De nem, szerintem nagyon tág, tehát nagyon kevés dal találkozott még, de például... De jó, de várjátok, hasonlít vagy tök úgy? Tehát, hogyha valami hasonlít, az... Jó. Van egy montázsunk. Én nem ismerem Jolly-nak egy számát sem. Én nagyon sokan. Én Jolly rajongó vagyok. Akkor most már Enrique Iglesiast is szereted. Az, amikor beül a Jolly az A8-asban, nekem az a kedvencem. Nem ismeritek? Nem. Azt a kis grófóval együtt énekli. Igen, a kis grófót szeretem. Nem a Johnny, Jolly. De ez egy másik fordítás. Na látod, én nagyon szeretem a Jolly. Mindig földob és mindig jó. És mindig visszaesel után. Még azt sem mondanám, hogy szubkultúra, de az Steve benne van. Én szeretem. Hát igen. Bocsánat. Na, a lényeg az, hogy egy olyan montást látunk, ahol mind a két dalt halljuk, így egymás mellett felhangosítva, lehalkítva. És hát... Tényleg, döntsétek el magatok. Hát figyeltek. Se számozzuk le, és akit kiír, az a szerző. Tényleg. Figyeltek. Ez a Jolly. Igen, baromi érdekes, nekem Edith azt mondja, hogy nagyon hasonlít, nekem nagyon. Én nekem nagyon. Semmi. Tehát ahogy nem, a Steve mondta, hogy csak az ütem, az ami egyébként persze, vásárolható. De a dallam is, a dallam is. De ez nem dallam, ez két hang. Hát az már egy dallam. Mondjuk ez egy minimalista, igen. Tudod, az a... De például ez annyira érdekes, hogy van ez a szám, I'm a big, big girl in a big, big world. Ezt ismeritek? Na, és ügyrád és házadni. Kérdezem, hogy akkor lehet, hogy egyik kellok tapasztantát. Melyik a másik? Ügyrád és házad népére, ez a parasztkantát. Ugyanaz oda. Annyira parasztságot ellopni egyébként. Na jó, emlékeztek, hogy a Bergeninek meg a Süsű zenéjének ezzel a plágium. A Bergeni Pistának ugye pehje volt. Mert ő véletlenül valamikor 60-as években New Orleansban egy lemezboltban találta a mézést, és hú, ez jó lesz. Igen. És azt nem tudta, hogy az internet közben valaki által... Az. Így van. De gyerekek... Te konkrétan a hangszert. Tehát a hangszert után azt a te vagy az alap. A zeneszerzőknél van ilyen. Emlékszem, játszottunk egy darabot, és a Melis Laci volt szegénykém a zeneszerzője a darabnak, Merlina vagy a puszta ország, az volt a címe, és hiányzott még egy dal, hogy Lacikám, írd már meg. Oké, eltűnt, egy óra múlva visszajött, megvan a dal, leült a zongorához, és elkezdte játszani. Da 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 da. Megírta az Evitát! És szóltunk neki, Laci, ez az Evita. Nem baj, akkor írok másikat. Van ilyen! Ugyanezt, hanem egy hasonló történetet mesélt nekem a Voga, hogy írt egy dalt. Írt egy dalt, és baromira már meg akarta mutatni a kollégának, talán a Turnovszkinak mutatta meg, és még több más zenész is ott volt, és elkezdte, lejátszotta, és azt mondják, hogy Voga, te ez a himnus meg.
És azt a meg, akkor írok egy másikat. Ugye a jó sláger, szerző jó sláger úgy ír, hogy valamire a hallgatóságát emlékeztesse. Tehát akkor ez biztos sláger. Én egy nagyon érdekes interjút láttam, az interjú önmagában is érdekes, mert a fazon az, Keith Richards a Stones-nak a gitárosa, imádom, és egyszerűen viccesen elmondta, ez a stílus, hát őt azzal is megvádolták, hogy a Satisfaction-nek azt a gitár riffjét, azt ő lopta, konkrétan megnevezte, hogy kitől. És azt mondja, hogy lehet. Lehet. Lehet, mert hogyha valaki elkezd hangszerrel foglalkozni, és ugye a példaképeit hallgatja, ilyen-olyan gitárosokat, és azokat gyakorolja, 15-20 év múlva lehet, hogy kijön a kezéből. Igen. Véletlenül. Véletlen. Tehát, hogy jó, ez most tudod, Johnny az... esetében, vagy tehát most Enrique Iglesias esetében ez nem tud nagyon felmerülni, ugye? Miért ne? Na és miért? Johnny, jött a kezéből Johnny. De várjál, hogy... ott ülök a milliárdos dollármilliókon, Enrique Iglesias vagyok, és s***a meg nem jut eszembe egy dal se. Akkor kéne valahon a Balkán, nézzünk a Balkánon zenét. A balkáni nem jó. Megtalálják Kelet-Európába ezt, ki, akkor hány, mennyi a... Mit ír be? Unknown Hungarian artist. De ez a vicces, hogy egy csomóan nem tudják, hogy hol van Magyarország. Brazíliában, amikor elmentem az északi részére, képzeljétek el, akkor így mondta... mondtam, hogy Magyarországról jöttem, és akkor mondta, hogy Magyarország? Hát mondom, Európa. Ja, tudom, az Amerikában van. De te, ez halálkom olyan, tehát, hogy... Jó, de hát mi se tudjuk, mert Brazíliában van öt nagy ország, vagy mennyi van? Hogy ezt úgy se tudják, hogy hol van, szörfözök egy kicsit ott a neten, hogy, hát, hogy ki mit ír. De szerintem ez az, hogy ha most utána néznénk, akkor találnánk 100 ugyanilyen számot. Tehát, igen, ez, igen. Ez egy teljesen commerce, teljesen olyan mainstream, alap. Loop, alap, mind, tehát minden, meg, és ebből valószínűleg van nagyon hát sokféle változat. Igen, de én próbálom valahogy menteni, már is tudom, Jolit, tehát hogy igen, tehát ugye Enrique Iglesias azt hiszem, hogy született Madridban, aztán Miami-ban nőtt fel, apja Julio. Hullajó Iglesias. Julio. Elképzelhető az, hogy Julio altatódalként Jolit, tehát magyar mulatósokat. De miért ne? De most komolyan, annyira olyan nagyképűségre ad okot, hogy jaj, mert Enrique Iglesias vagyok, meg Julio volt az apám. Miért ne? Én, hogyha lopnék valami slágert, akkor biztos valami albánt lopnék, mert azt nem ismeritek itthon. És akkor jönnék a ízi, hogy... annyira, hogy képzeljétek el, hogy bocsánat, de az emlegetted a vihart. És hogy Londonban megnéztem a vihart, és nagyon sok hasonlóság volt a járások, tehát amit az Attilával a jelenetetek, azt itt találtatok. Jó, hát ez kihezrendezés is lopnak. Várjál, és mondtam a Kenta úrnak, aki a díszletet tervezte, és azt mondta, hogy ennek a rendezőnek nem ez az első lopása, és ő szereti ezeket a magyar, és kifejezetten a Robinak az előadásait. Mert hogy úgyis itt kellett arról, tök mindegy, nem vesz észre a Londonba senki. És az, nekem is ez feltűnt, ez a Ralph Fiennes játszott a Prosperót, és mi egy csomó minden fönn a három... Igen. Lehet az, hogy Miami-ban tök depis volt az Enrique. Igen. Nem volt, tehát totális alkotói válságban volt. Nézett egy kis nóta tévét. Nem, én utána néztem, hogy a Jolly szó mit jelent. Mi? Csak hogy ő véletlenül rábukkanhatott-e. A Jolly szó nagyon sok mindent jelent. Tehát például muri, mulatozás, tréfa, pityókás, meg kis csónak. Nem lehet-e az, hogy az Julio elvitte a jachtot, a nagyot, a kis és ő meg azt, hogy basszus, honnan szerzek egy kis csónakot? Beírom Jolly, hogy szerezzen, és basszus, kijött a magyar szupersztárnak a dala. Ez nem lehet? Szerintem megfejtetted. Szerintem így nyomoztam. Tehát azért mondom, hogy én próbáltam. De akkor mit akarhat Jolly? A jachtot? Szeretne egy jachtot. Na de Balatonon. A Julio ugye Miami-ba él, Miami-ba rengeteg magyar van. És honnan tudod? Hát a magyarok azok ilyen, énekelj egyet, énekel mondjuk a Julio Iglesias, hogy nem tudom, lássát-e mi cantare, vagy mi az ő dala. És akkor azt mondja, Miami-ba a csendőrválon, ahova meghívták, nem az a dal, hanem ez. Tegyétek be a Jolly-t is. Betették először az A8-as, ez lesz az. Azt nem értettem, mert nem játszik A8-assal. Gondolom a videoklipben egy Audi 8-assal. Van egy A8-assal jár, fantasztikus dal, az egyik kedvencem. A kis grófóval együtt. Tudnál belőle idézni egy kérdést? Beül a Jolly az A8-asba. Eddig tudom, na most hirtelen. Szerintem a Jolly-nak, a Jolly-nak, a Jolly-nak. Az pán, cikókat itt tettem. És honnan lehet? Hát lehet, hogy. Jó. A fülében jó. Megmentetted. Megmentettem. Igen.
De miért nem most állnak jö... össze? Úgyis ezek a featuringek, ezek annyira menők Enrique mostában. Enrique Iglesias, Jolly, igen. Jennifer Lopez. Az ányolcban, az ányolcban. Hányan félnek be egy ányolcban? Akartok még egy jó sztorit? Mi kettő? Nem, egyet egyik mondok még. Szóval egy nagyon helyes mexikói szeged. Sztori, képzeljétek el, egy alagútból mentettek ki egy fickót, aki kutya. Beszorult. Azért szorult be, mert kémkedett a barátnője után. 50 éves a... Várjál, 50 éves a csávó. Azelőtt már családon belüli... Ez a te témád, azt mondtad. Családon belüli erőszak miatt már távoltartást rendeltek el, tehát ugye nem közelíthette meg a feleségét. Ezért ő úgy döntött, hogy egy alagutat ás a ház alá, és akkor így szemmel tartja a barátnőjét. Mert most a nő... volt, hogy föld alatt nem közelíthet. Így van, hát föld alatt meg nem is látják. És a nő hallott zajokat így már egy héten át, azt hitték, hogy macska kapirgálás való, de egyre hangosabbak az lettek a zajok. Kísérletek volt. Igen. És beszorul. És megnézte, hogy mi van, és képzelem, megtalálta a pasit, beszorulva, drágám, sok volt a tapó, és nem tudott megmozdulni. Kijöttek a hatóságok, kiszabadították, és azt hiszem, hogy őrizetbe vették. Ami engem érdekel, hogy... Őrizetbe volt? Miért kellett kiszabadítani? De tudod, Steve, ezt a kérdést már többször feltettük, többször a kapcsolatban, mi volt ennek a pasinak a mesterterve? Igen, tehát mi van, igen. Ha? Mi van, hogy átfújhatjuk, és odaérek, meglesem jól. Tehát a szerelem az nem tervez. Hát... Királyi a szeretőt az ágyból. Mondd, Edith, mit volt neked? Nekem volt olyan szerelmem, ex-szerelmem, aki nem ásott, de a szomszéd tetőről. Aztán később bevallotta, hogy leskelődött, hogy mit csinálok, és kivel, és hogyan. Igen. Már a szerelmetek utáni? Igen. Időszakban? Igen. De nem kopogott, tehát nem jelzett, tehát nem... Nem hallottál hangokat. Nem, mert én most arra gondolok, hogy ez, ha nem szorul be, akkor mondjuk véletlenül nem úgy terveztem, mint az Ocean's Eleven-ben érted, hogy akkor a hűtőrács mögött ő, hanem valószínűleg felbukkan a konyhapadló. Azért a durva lett volna. Igen. Mit mond? Mit mond? Mit mond, hogy... Szia, drága! Hola, Canada! Aki estoy! Tudod, csak így derékig. Szia, drága! Szia, drága! Csinálnál nekem egy kávét? A Linda akrobatikus, tehát eljátszhatjuk. Linda, kérlek, én vagyok a volt szeretőd, és itt ez az alagút, ezen bújjál át, és lepjél meg telefonálás közben, jó? Rajta! Menj, hát tudsz, hogy beszél. Nem férek be, hát tudod, hogy nem eltűnt. Akkor én jövök hozzá. A kisvakon nadrág! Ez nem megy, Steve, állj! Beszorult! Hívjátok a rendőröket! Beszorultál! Most hagyjuk így egy hétig! Vigyázz, mert a Mark van mögötted! Rendőrség! És egy kis pánik volt rajta, amikor beszorultam. Ne felejtsétek el, hogy itt exről volt szó, tehát neki elvileg már semmi joga nem volna bármit is. Mihez az ásáshoz? Nem áshat, mert vele jártam. De azért ismeritek az olyan exeket, akik egyszerűen nem veszik tudomásul azt, hogy nem. Vége van. Hogy vége. Hogy nem. Ilyen volt, ami... Mert ez tud bájos is lenni egy ideig, tehát amíg inkább gáz, nem? Kis mitől rózsák vagy bombonok kerülnek a lábtörlődre, de valamikor levélbombonok. Nem volt gáz, és nem volt ijesztő, sőt, nagyon imponáló volt. Akkor is, amikor majdnem vissza is fordultam. Komolyan? A gondolataimba. Hát például le ezt követett, tehát hogy folyamatosan mutatta, hogy ő szeret. Nem úgy követett, hogy ne vegyem észre azt, tehát hogy láttam, tehát hogy jön. Tehát mögötted, hogy csak hogy álljam vele szóba. Fölült egy zsiráfra is azzal. Kicsit feltűnősz. Tegyük fel, te kapsz egy távoltartásit az asszonytól. Okay. Nálam lakhatsz, oké? Okay? Köszönöm. Te is nálam. Köszönöm. És ha nem leszel ott és keresnek, akkor is azt mondom, hogy nálam. Jó, köszönöm. Minden alibi hasznos. Mit csinálnál? Mondjuk ott, tehát nem mehetsz 500 méterre, nem közelíthetnek a házat, és tehát mennél nézni az asszony? Hát abszolút, természetesen. Nem. Áruhákat vennék föl, tehát áruhát, különféle álcázást használnék. Például Batmannek. Például Batmannek.
Pókember, ilyen Marvel hős lenni. Tehát, hogy és akkor oda mennék nyújtni. A bosszú a lősze. Abszolút nem buknál le. De várj, ez hogy... Tehát én hirtelen leereszkedek, tudod? De tudod, vagy a legdurvább, amikor fürdik, akkor meg pókember lennék is. De tudod, a hálót, ahogy a hálót kiveti. Hanyag eleganciával! Hogy újra behálulsz nálak, azt jelenteni. Szóval mi nálam lakhatsz, este nézünk tévét, és egyszer csak ránézel az órára, és fölveszed a Batman jelmet? Levenném a civil ruhát, mert alatt a Batman van. Tehát, most menni. Is az van, eladtam. Most nem. Még nem, de az van. Úgyhogy mindenképpen ilyen. Óriási vagy. Bármikor szükséged van rám, szóljál, hívjál. Köszönöm. És köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon jó volt. Balázsovics Edit. Fekete Linda. Lakatos Márk. És Hajrú Steve. Akit ezennel befogadtam. És most Apuscsek Gabi, Best of-ja következik, miért 7 óra találkozunk újra, viszontlátásra, jó éjszakát.